Sziasztok, én Pakai Bence vagyok, ő pedig a feleségem Réka. Elég nehéz volt összehozni ezt a listát, az utolsó pontot egyenesen kínszenvedés volt kitalálnunk. Nézzük meg tehát akkor, hogy mik ezek a pontok, amiket mi Rékával összeszedtünk, mint negatív tulajdonságok. Iszonyatosan igénytelen a csomagtartónak a kialakítása. Ez már a régi Zoli-nál is így volt, és hát reménykedtem benne, hogy az újnál erre majd figyelnek, de hát sajnos nem így lett, sőt, még hogyha mondhatom, talán még egy fokkal rosszabb is, mivel hogy tényleg ez a csomagtér borítás, amit beleraktak az autóba, hát egyszerűen tényleg kritikán aluli, és azért egy ilyen drága autónál azért ez mégiscsak itt több mint 10 millió forint feletti listaáron árult autó. Azért ennyit megtettek volna a franciák szerintem, hogy egy kicsit igényesebb csomagteret alakítanak ki benne. Saját tapasztalataink szerint a hátsó ülések azok inkább a normál testalkatú embereknek jók, tehát én mondjuk körülbelül 175 centi magas vagyok, én simán beülök hátra, meg nyilván a kisebbek is, de azért vannak barátaim, akik elég magasak, ők kicsit bajosan ülnek be hátra, fejük az majdnem eléri a tetőt, tehát hogy össze kell görnyedniük, vagy nem annyira kényelmes nekik, még egy rövid útra hagyján, de hogy hosszabb útra meg nem igazán jó oda beültetni valami nagyon magas embert. Hogyha felnivel együtt cseréljük az autón az abroncsokat, akkor minden egyes alkalommal a szerviznek újra kell tanítani a szenzorokat, különben hónapokig, vagy amíg ez nincsen betanítva, állandóan egy ilyen hibajelzést fog mutatni az autó műszerfala. Úgyhogy erre két megoldás létezik, vagy nem felnivel együtt cseréljük a gumikat, hanem csak simán ugyanarra a felnire cseréljük át csupán az abroncsokat, vagy pedig minden egyes alkalommal a márka szervizben cseréltetjük át a gumikat, ahol meg tudják oldani ezt a problémát. Nincsen különbség igazából a között, hogy most 16-os, vagy 17-es, vagy 15-ös átmérőjű gumikat cserélünk, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogyha a szenzor változik, akkor mindenféleképpen újra kell tanítani ezeket ahhoz, hogy ne mutasson valamilyen hibakódot az autó. Előzéskor jól szokott jönni ez a üzemmód átkapcsolás, hogy kvázi amit nitrónak neveztünk. Na most, ha be van állítva a tempomaton egy sebesség, és én rányomok simán a gázra, akkor nyilván utána visszalassít. De hogyha az előzéshez átnyomom az üzemmódot erre a sportosabb módra, akkor valamiért utána nem áll vissza arra a beállított sebességre az autó, hanem megint újra be kell pötyögnöm menet közben, és beállítani azt a sebességet, amivel mentem. Nekem ez valamiért nem logikus vagy kényelmetlen, tehát nyilván az előzés után vissza fogok állni ugyanarra. Nem értem, hogy ilyenkor miért kapcsol ki a tempomatnak a beállított sebessége. Ahogy a fórumokon is olvasom, elég sok Renault Zoe és társunknál szintén előfordul, mégpedig az, hogy a navigáció az időnként lefagy. Nálam ez a hiba körülbelül egy olyan egy-két havonta szokott jelentkezni. Egyébként vicces már, hogy most is, amikor éppen erre a forgatásra érkeztünk, akkor is éppen lefagyott a navigáció, úgyhogy ez egy ilyen visszatérő általános jelenség. Egyébként nem kell ezzel semmit sem csinálni, amikor leállítjuk az autót, és másnap, vagy egy nem tudom, később visszaszállunk bele, akkor ez a hiba magától meg szokott oldódni, tehát hogy emiatt nem kell külön szervizbe vinni az autót. Igazából kicsit olyan, mint a Windows, újra kell indítani. Akkor szeret lefagyni, főleg, hogyha be van állítva egy útvonal, és mi azt menet közben át akarjuk állítani egy másikra, vagy csak le akarjuk kérni az alternatív útvonalakat vele, akkor szeret lefagyni a navigáció. Igen, de ez is egy nagyjából egy olyan havonta egyszer előforduló probléma, tehát hogy nem olyan sűrű, de azért bosszantó tud lenni. A
Az autó rendelkezik, ha jól tudom, úgynevezett vészhelyzeti fékező asszisztenssel, vagy igen, ha jól mondom. Most az az igazság ezzel, hogy mi ezt még, hála Istennek, nem nagyon láttuk működni, vagy hát volt rá példa, hogy be akart kapcsolni, de szerintem annyira későn reagál, vagy annyira későn kapcsol be, hogy igazából kétségeim vannak, hogy ez még időben működésbe lép. Mondjuk tegyük fel, hogy még síkos is az út, vagy téli viszonyok vannak, vagy esik az eső. Tehát tényleg az utolsó pillanatban lép működésben, és ennyi, hogy mondom, kétségeim vannak, hogy ez időben bekapcsol. Emiatt mi szervizbe is vittük a kocsit, ahol megállapították, hogy minden rendben van vele. Úgyhogy ez ilyen üzemszerűen működik, minden oké, csak hogy fura ez az egész számomra. Igen, tehát talán inkább az a legnagyobb gond ezzel a vészfékezővel, hogy nem lehet állítani az érzékenységét, és hogy tényleg annyira az utolsó pillanatban kapcsol be. Én ugye 2 héttel ezelőtt pont volt egy olyan alkalom, hogy egy gyalogos lépett elém, és hát felismerte a gyalogost, meg rendelkezik biciklis figyelővel is, tehát észrevett a gyalogos előbb, mint én, és tényleg megállt, csak hogy valahogy annyira az utolsó pillanatban kapcsol be, hogy azért lehet, hogy egy kicsit nagyobb biztonságban érezném magamat, hogyha ez hamarabb működésbe lépne. Ez a pont egy picit kilóg a sorból, de fontosnak éreztem azt, hogy ezt mindenféleképpen megemlítsem. Ez a bizonyos Check Engine, illetve Charging Impossible kiírások, amik nagyon-nagyon sűrűn megjelentek a régi Zoénál. Tehát eznél a típusnál ezzel még nem találkoztam, ezzel a problémával, egyszer sem a megtett 20 000 km alatt. De ez egy annyira sűrűn előforduló probléma, hogy mindenféleképpen szerettem volna beletenni. Ilyenkor az történik a régi Zoékkal, mondom, az újja még nem volt ezzel kapcsolatban negatív tapasztalatom, de a régi Zoénál ez egy viszonylag gyakran visszatérő probléma volt, hogyha egy olyan töltőoszlophoz álltunk megtölteni, ami valami miatt nem tetszett az autónak, tehát nem volt jó a földelése, bármi miatt úgy érezte, hogy neki nem tökéletes a kapcsolódása a töltőoszloppal, akkor megjelent ez a bizonyos check engine, vagy pedig charging impossible felirat, és az autó nem tudott töltést, illetve áramot felvenni. És ilyenkor erre az volt a megoldás, hogy magára hagytuk az autót egy negyed órára, majd utána visszakapcsoltuk, ugye ez a bizonyos Windows-szerű újraindítás, és akkor utána már el tudott kezdeni az autót tölteni, hogyha mégsem, akkor pedig kénytelenek voltunk másik töltőoszlopot keresni, ahol ez a probléma nem állt fent. Ez sem egy olyan probléma, ami szervizt venne igénybe, de hogy a régi Zoéknál erre figyelni kell, hogy nem biztos, hogy az a töltő, amit kinézzük magamnak, ott el fog tudni indulni a töltés. Egyébként egy pár évvel ezelőtt kaptak ezek a nyilvános töltőoszlopok egy frissítést. Azután én azt tapasztaltam a régi Zoénál, hogy nagyon lecsökkentek ezek a problémák, tehát évente egy 3-4 alkalommal fordult velő elem ilyen, még a régi Zoéval, hogy ilyenbe botlottam. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egy ilyen szoftveres probléma volt, amit azóta már úgy tudom, hogy megoldottak, de ismétlem még egyszer, hogy ezzel az autóval az megtett 20 000 km alatt ilyen probléma még nem fordult elő. Itt a vágóképek készítése közben akadt egy kis malőr, ami még nem történt az autóval, hát persze, hogy mikor máskor, mint most, hogy hát megnyomtuk belül a töltőnyílást, kinyitó gombot, és hát nem nyílik a töltőnyílás, úgyhogy most a használatutasításban azt keresjük, hogyan lehet manuálisan kinyitni. Hát ilyen még nem történt, hát ez Murphy törvénye, hogy mikor máskor, ha nem most. A helyszínen nem sikerült kinyitni a Zizikének a töltőnyílását. Van a Renault Zoe-soknak egy nagyon jó kis Facebookos közössége, úgyhogy ott rögtön jöttek a segítségek, és az egyik tag végül küldött nekem este egy videót, amiben lehetett látni, hogy hogyan lehet manuálisan kinyitni a töltőnyílásnak a fedelét. Úgyhogy ez sikerült este, feltettem töltőre az autót, tehát sajnos reggel vettem észre, hogy hát semmit nem töltött a kocsi. Úgyhogy itt már sejtettem, hogy valószínűleg Zizike nem véletlenül
zárta magára a töltőnyílást. Hívtam a szervizt, mondták, hogy akkor vigyem be az autót, viszont nem volt annyi hatótáv már, hogy eljussak vele a szervizbe, úgyhogy emiatt Télert kellett hívni, szerencsére az autóhoz jár, egy Renault Assistance szolgáltatás, ami annyit jelent, hogy egész Európában bárhova díjmentesen értem ennek az autóval, és elvisznek a szervizhez. Úgyhogy ez így is történt, bevitték az autót, gondoltam, hogy jó, hát akkor ez egy pár nap, amíg megcsinálják, addig is legalább kapok csereautót, viszont szerencsére egy pár órával később már hívtak is, hogy gyakorlatilag egy laptopnak a rákötésével már sikerült is a problémát megoldani. Végül kiderült, hogy a forgatási nap előtt egy olyan nyilvános töltőnél töltöttem, ami annyira nem tetszett a kocsinak, ami ugyan még ennél a típusnál nem jelentkezett, hát persze, hogy most jelentkezett. Tehát azt mondták nekem a szervizben, hogy valószínűleg a következő szoftver frissítésnél megoldódik ez a gond, tehát nem lesz többet ilyen jellegű hiba a Renault-nál. Hát ezt már ígérgetik egy ideje, úgyhogy remélem, hogy idén ebből már lesz végre valami. Van egy kis hiányérzetünk azzal kapcsolatban, hogy az autónak az orrában nincs egy tároló rekesz, vagy egy kis tároló tér. Ugye egy-két konkurens autónál ez van, azt hiszem a Tesla-nál, i3-asnál ez megvan. Már csak azért is praktikus lenne szerintem, hiszen az orrában van a töltő, tehát sokkal jobb lenne innen kikapni a töltőkábelt, aminek ráadásul nincsen ugye a csomagtartóban tárolója. Úgyhogy ez mind a kettőnknél egy, mondom, egy pici hiányérzetet okoz. De ehhez ugye kapcsolódik a következő pontunk is, hogy ugye hogy nincsen helye a töltőkábelnek, úgyhogy állandóan a csomagtartóból kell előszednünk, pedig milyen praktikus lenne, hogyha lenne az orrában egy ilyen kis frank, ahogy a Teslánál hívják, és akkor oda szépen be lehetne pakolni, és hát nagyon szuperül működne, hogyha tényleg töltésnél azt csak így fel kéne nyitnunk, és már is tudunk tölteni. Ez a pont egy olyan negatív tulajdonság, ami a régi Zoénál megvolt, és valamiért itt meg megszüntették, ki tudja, hogy miért. Ugye nekünk 3 évig régi Zoénk volt, tehát azzal is elég sok tapasztalatunk van, és nagyon jól jött, hogy a kulcson volt a töltőnyílásnak egy nyitó gombja. Ez valamiért most nincs, de sokkal praktikusabb lenne, hogyha ennek a töltőnyílásnak is a nyitását lehetne vezérelni a kulcsról. Akárhányszor kinyitjuk az orrát, mindig belülről kell nyitni. És hát így a régi Zoé után ez egy ilyen plusz kényelmetlenség. Az utolsó pontnak a kitalálásakor már nagyon szenvedtünk, tehát tényleg nehéz volt felsorolni ennyi negatív tulajdonságot. És végül is arra jutottunk, hogy talán vehetjük ezt egy negatívumnak, vagy ki minek veszi. Arról van szó, ugye, hogy mióta ez a kocsink van, meg az előző Zoé is, már kiváltott legalábbis nálam egy olyan hatást, hogy már nem igazán akarok visszatérni a hagyományos üzemű autókhoz. Nekem szerencsére ez nem okoz gondot, tehát én nem vagyok mondjuk területi képviselő, akinek sietni kell, és nagy távokat tesz meg, úgyhogy én meg tudom ezt tenni, de egyébként tehát eléggé az ember, vagy én eléggé már nem számolok ezekkel a hagyományos üzemű autókkal. Olyan szinten, hogy ha látok egy ilyen kvázi ilyen álomautót elmenni mellettem, már abban is kicsit a benzinfalót vagy a pénznyelőt látom. Oké, én sose voltam annyira autóőrült, tehát valamennyire atipikus férfi vagyok ilyen téren. Nekem azt számított az autóknál általában, hogy amik voltak, hogy ne kelljen vele sokat foglalkozni, beleülök, akkor menjen, arra pedig ez abszolút alkalmas. Igen, én már inkább ilyen autóőrült vagyok, és hát nekem nagyon sok ilyen álomautóm van, tehát ilyen például az Audi TT, vagy a Hammer az egy ilyen nagy álomautóm volt, de amióta tényleg bejött az életünkbe az elektromos autó, azóta egyszer nem tudok már lelkesedni ezekért a régi tényleg álomautók iránt, mert hogy annyira egy ilyen elavult technikának érzem, tényleg csak azt látom benne, hogy mennyi minden szervizköltséggel és állandó problémával meg nyüggel jár, hogy,
hogy hát nagy sajnálatomra, de már nem tudom azt a lelkesedést érezni ezek iránt, a régi nagy államautók iránt, mint régen. Meg mennyi minden van benne, ami elromolhat. Igen. Tehát egy sokkal egyszerűbb konstrukció ez a villanyautó. Igen. Hát, hogy ez nekem valahol szomorú, mert tényleg nagyon sokáig lelkesedtem ezekért az államautókért, de már nem tudok. Most már csak a Tesláért lelkesedek. Nos, tehát ezek voltak a Renault Zoe-nak az általunk összeszedett negatív tulajdonságai. Iratkozzatok föl, hogyha szeretnétek további hasonló videókat látni. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!